Magyarország egyik legnépszerűbb humoristája, Aranyosi Péter, pénteken Komáromban fog fellépni, Mesteremberek című stand-up comedy műsorával. Ennek apropóján beszélgetünk a Duma Színház budapesti központjában. A napokban futott ki az Aranyosi 50, ma este a Dombóvári Istvánnal közös Ketten az úton 2 című programot adtad elő, Komáromban pedig a Mesteremberekkel lépsz fel. Egyszerre hány előadásodat tartod műsoron? Hát egyszerre volt Mesteremberek, Aranyosi 50, Dombival a közös est, Vida Péterrel a közös est, Badárral a közös est, illetve Csernus doktorral a közös est, úgyhogy ez 6. És mennyivel kell másmilyen módon vagy stílusban megírni, megszerkeszteni azokat az anyagaidat, amelyeket mondjuk a Rádió Kabaré számára készítesz, a Schröder Klub számára készítesz, a Duma Színház számára. Nem kell. Ez a közös estekben az a lényeg, hogy együtt megyünk. Tehát a Csernus doktoron ugye minden pszichológiáról szól, a Vida Péter közös estben, ugye Miskolci gyökerek ez a címe, tehát miskolci emlékek, meg miskolci kötődésekről beszélgetünk. A Dombi és a Badárral lévő közös est az kicsit ugyanaz, abban a tekintetben, hogy mind a kettő utazásról szól leginkább, de hát az egyiket az Dombival éltem meg azokat az élményeket, a másikat pedig a Badárral, és együtt is meséljük. Tehát a Dombis élményeket Dombival mesélem, a Badárs élményeket egy Badárral mesélem. Úgyhogy ebben más. A Mesteremberek pedig hát egy másfél órás önálló este, ahol hát elereztem magam, hiszen az csak én vagyok, tehát ott az teljesen más. Az Aranyos 50 pedig egy show műsor volt, ahol sztár vendégek voltak, meglepetés vendégek, bejátszások, köszöntések, tehát az egy kicsit bonyolultabb volt, úgyhogy ott olyan helyen tudtuk csak előadni, volt nagy vászon is, nagyon jó hangtechnika. Gyerekkorod városa Miskolc, ugye önálló estedet is, meg társas estedet is itt lette. Milyen volt az akkori Miskolc, és milyen a mostani? Hát óriási különbség. Az akkori Miskolc az egy izgő, mozgó, pezsgő iparváros volt, ahol folyamatosan egy nap háromszor dudált a gyár, és elindult 20-30 ezer ember dolgozni, és jött 20-30 ezer ember munkából. És ezért ez egy ilyen nagy, proletár város volt, de azzal együtt is egy pezsgő kultúrás élettel rendelkezett. Ha rengeteg busz járt az utcán, az emberek jöttek, mentek, ismerték egymást, és délelőtt is volt mozi például, tehát ami elég különleges, hogy volt reggel 9-kor mozivetítés, és volt 11 órakor, és nem csak egy moziban, hanem többen is. Azért, mert akik melósok jöttek éjszakások voltak, azok reggel 9-kor jöttek moziba, hiszen 6-kor végeztek a melóba, megreggeliztek, elpakoltak, és eljöttek reggel moziba. Úgyhogy ezért ez egy nagyon pezsgő város volt, és magas kultúrájú dolgok is voltak. Grafikai biennáli, nagyszerű nemzeti színház. És hát most ennek sajnos minden az ellentétje, hát elég mélyen le van csúszva most a város, és az a döbbenetes, hogyha ha ellenzéki a város, akkor is le van csúszva, ha a kormánypárti, akkor is le van csúszva, úgyhogy eléggé szomorúan megyek végig a főutcán. Legutoljára, amikor én középiskolás voltam, 35 évvel ezelőtt, akkor újították föl Miskolcnak a belvárosát, rettenetes, ramadt. Szerintem a Stalingrád című filmet bármikor le lehetne forgatni Miskolc belvárosába, így tudnám összefoglalni. Úgyhogy hát egy mélyen lent van, azt hiszem, ez a város. A híre az talán rosszabb is, mint maga a város, de tényleg nagyon rossz állapotban van ez a helyzet. Milyen sűrűn jársz a Miskolcra? Hát 3 hetente azért hazamegyek, hiszen édesanyám, édesapám ott élt, öscsém ott él, unokatestvéreim ott élnek, tehát azért barátaim ott élnek, úgyhogy én dinamikusan látogatom őket, úgyhogy meg Diós gyermek, úgyhogy járok oda is, amikor időm engedi, úgyhogy sűrűn. Miskolcról Nyíregyházára kerültél a főiskolára, jó magam is a nyíregyházi főiskolát végeztem. Jó Isten. Mik az élményeid a főiskoláról? Hát ez nehéz. Egy nagy város volt Nyíregyháza is, de sokkal-sokkal unalmasabb volt, mint Miskolc. Mert Nyíregyházán azért egy olyan másfajta
népek, már így mondom, másfajta népek laktak, nem volt ez a lumpenproletár réteg, akik nagyon tudtak élni, meg mulatni. De a főiskola egy nagyon kellemes kis vidéki főiskola volt, nagy főiskola, tehát nem egy kis főiskola volt. Nem éreztem magam rosszul, azt kell, hogy mondjam, unatkoztam, de ezt a diákirodán való aktív munkálkodással tulajdonképpen sikerült ezt az unalmat elűzni. Úgyhogy azt hiszem, hogy egy hasznos időszak volt az életemben. Meg egy nagyon jó jó kezdés volt az élethez, a főiskola, meg ez a társadalmi munka. Ez az ottani diák életbeli munka hozott össze Fábri Sándorral, aki aztán mentorod is lett. Igen. Mondjuk így. Hát igen, ő jött fellépni, ugye egy rajongóként hívtam mindenkit a rádiókabaréból föllépni a főiskolára. A Fábri is jött, és aztán 4-szer vagy 5-ször lépett föl a tanárképzőn. És így tulajdonképpen egy, ha barátságnak nem mondanám, de egy haverságba keveredtünk, és utána aztán még 18 évig dolgoztam neki, mint Best Boy, Design Center felelős, gagman és ügyeletes hülye, maradjunk ennyibe. A rádiókabaré, ami lényegében véve intézményes intézménye a magyar humornak, és talán a legfontosabb, messze legfontosabb intézménye, akár a múltban, akár a jelenben. Milyen volt akkor belekerülve ott kezdeni ugye a szakmát, és aztán, hogy hova porrott ki, és hogy porrott ki a rádiós munka? Az első, ami fontos, hogy én soha nem szántam magam humoristának, tehát én véletlenül keveredtem erre a pályára. Én imádtam a rádiókabarét rajongóként, de soha nem gondoltam volna, hogy kiállok a színpadra. Nem is volt ilyen indítatásom, soha nem voltam se versmondó lány, meg se ilyen bármilyen előadást én nem tartottam, hanem ez egy véletlen, illetve hát a Litkai Gergely hozta, hogy én fölmenjek a színpadra, úgyhogy nem terveztem ezt. Rajongóként kerültem oda a rádiókabaréba, és hát ott is körülbelül egy 18 éven keresztül dolgoztam. Imádtam, szerelem volt. Amikor én oda kerültem, akkor hát az még egy nagyon jó időszak volt, azt kell, hogy mondjam. Akkor még Farkasházi volt a főszerkesztő, és hát Kossuth Díjasok voltak a színpadon, és hát nagyon-nagyon pezsgő munka folyt, gagpartik, értekezletek, ahol hát istenekkel találkoztam, akkor, és ezt is került olyanokkal dolgozni, akik most már legendák, és én elmondhatom, hogy én ezekkel dolgoztam, nem kér percet. Marton Frigyesnek voltam az asszisztense, a Farkasházinak, a Sinkó Péternek, a Hoffival több műsort vettem föl természetesen, én ott 26. kis ember voltam, de akkor is a Hoffi szilveszteri műsorait azért csak megnéztem jobbról, balról, kívülről, hátulról, és pesgőztem az öreggel is, tehát hogy mindenkivel, a Maksa Zolival, a Markos Nádassal, a Bonc Gézával, Trunkó Barnabással, Majlát Mikes Lászlóval, Megyesi Gusztival, szóval nagyszerű csapat volt, és hát így rajongóként hát ilyen álomszerű volt, hogy tegeznek, hogy embernek néznek engem is. Persze tudták, látták rajtam, hogy köpön vágom az ő dolgaikat, és hogy imádom az egész kabarét, és őket is, úgyhogy ők soha nem voltak ilyen rossz szándékkal irányomban. Úgyhogy, de hát a színésznek, hát Gál Völgyi, Kern András, szóval hát zseniális dolgok volt. Csala Zsuzsa, zseniális, vagy Tábori Nóra, Kálai Ferenc, szóval ott istenekkel voltam. Szóval nincs mit beszélni, mint elsírom magam. Mennyivel másabb, amikor magadnak írsz szöveget, illetve amikor mondjuk színészeknek írod Nem tudom neked elmondani, mert én soha nem írtam jelenetet. Egy-két jelenetet írtam, amik tulajdonképpen inkább ilyen felolvasósok voltak, és nem dramatizált anyagok. Hogy magamnak egyszerű írni, hiszen ami foglalkoztat, azt mesélem el. Úgyhogy ezért ezt nem tudom összehasonlítani egyiket a másikkal. Amit Fábrinak meg elmond az ember, vagy elmondott poénokat, azokat pedig halálosan örültem, hogy ő elmondja a műsorában. Tehát ha úgy mondja el, ahogy én mondtam, úgy is jó, ha nem úgy mondja, az se baj.
Mert ő csak jobban tudta, meg minden humoristának másképp áll a szájára egy-egy történet, úgyhogy én ezzel mindig nagy-nagy büszkeséggel mai napig is, na ez az én poénom volt, és tudom, de ha Sanyitól úgymond valamit kölcsönveszek, akkor azt még a Fábri se érzi annak, hogy ő ezt most elloptam tőle, hiszen hát én is adtam neki másik százat ezért cserébe, úgyhogy ez közöttünk azt hiszem, mert soha nem volt probléma. A Duma Színház, mint szellemi műhely, mennyire másabb, mint a Rádió Kabaré? Teljesen más, mert a Rádió Kabaré az ugye hónapról hónapra bemutatót csinált egy-egy téma körben, és az egy sokkal hivatalosabb és sokkal időre menőbb, témába vágóbb, időpontra készített műsor, úgyhogy ott sokkal jobban nagyobb volt a szigor. A Duma Színházban azért általában inkább mi magunk hozzuk a magunk anyagát, én pláne, tehát nem nagyon támaszkodom a kollégákkal való geggelésre. Nem azért, mert nem szeretem őket, hanem azért, mert más poénját én nem tudom elmondani egész egyszerűen. Tehát meg tudom az ujjamon számolni, hogy hány olyan poén mondtam el, amit mondjuk egy kollégám mondott nekem, hogy jól esne, jól működne benne abba az anyagba, de egész egyszerűen nem tudom más poénjait elmondani, mert nem áll rá a számra, ilyen egyszerű. Úgyhogy ez egy másik történet, egy másik játék. Főleg ugye a saját élményanyagaidból dolgozol, igen. És például emlékszem az egyik számomra nagyon különösen kedves kabaré számodra, ahol az írországi utazásodat és fesztivál élmény. De jó, hogy ezt emlékszel, én nem is emlékszem rá. Illetve emlékszem, csak én nem tudtam, hogy én ezt elmondtam. Igen. De jó, nem is emlékszem rá, hogy elmondtam. És hogy például... Az minden igaz. Én ezt szoktam mesélni ilyen bulikon, hogy milyen volt Írországba kimenni stoppal. Az igen, igen, igen. A fesztivál és a igen, lányok. Igen. Igen, igen, igen. Értem, emlékszem, tehát megvan, tehát csak én ezt nem tudtam, hogy én ezt elmondtam, de jó, meg is fogom keresni, mert én nem tudtam, hogy ezt Rádió Kabaréban elmondtam. Vagy rádió, vagy tévé, mert egyáltalán rádió. Jó, nem tudom. Na látod, milyen érdekes. Na most olyat mondtál, ami nekem is meglepetés, mert én ezt nem tudtam, hogy előadtam. Úgyhogy, de bulikon, meg olyan rendezvényeken el szoktam mesélni. Hát látod, most megleptél. Örülök. És az ilyen élményeknél, hogyan születik mondjuk egy valós megtörtént élményből? Úgy, hogy valósan megtörténik a szó. Hát ez úgy, hogy... Hogyan transformálod igen, az ottani élményt? Igen, ez jó, ez mennyire anonimizálsz, vagy nem? Igen. Mennyire raksz bele kitalált szereplőt, vagy nem? Nem. Satöbbi, ez úgy történik, ez úgy van, hogy megtörténik valami dráma. Például Írországban elmentünk egy fesztiválra, ami nem dráma, hanem... Ami nem tragédia, hanem komédia, az is dráma. Szóval megtörténik egy sztori, amit én lelkesen elmesélek haveroknak, rokonoknak, feleségemnek, barátoknak, lelkesen elmesélem, és aztán ez a 6.-8. alkalommal már elmondom a színpadon is, és akkor tulajdonképpen a poénok, ha mindig van benne poén, mert azért mesélem, mert valami poén van benne, de ha ahogy elmondom, egyre több poén ül bele a történetbe, és tulajdonképpen általában a poénokat azt nem maga a helyzet hozza, hanem az én szubjektumom, tehát hogy én hogyan élem meg azt a helyzetet. Tehát például mondjuk itt van egy béltükrözés történet, amit el lehet mondani rettenetes drámaisággal, hiszen nem egy könnyű dolog, hogy beléd tolnak egy 1 méter 40 centis csövet, de úgy is el lehet mondani, hogy én mondtam el, hogy mindenki nevet rajta, és tulajdonképpen én átélem azt az egész élményt borzalmasan. De a lényeg, hogy ahogy elmondom, és ahogy egyre többször mondom el, valahogy lógnak a poénok. Ez menet közben, ezt nem találom ki, hanem menet közben kitalálódik. Az a dráma benne, hogy régen nem emlékeztem ezekre. Tehát én elmondtam, rögtönözve a színpadon, és elfelejtettem, hogy hogyan mondtam el. Most például itt voltál ezen az esten, most a telefonszámlás befizetéses anyagban most találtam meg azt a helyet, hogy a nagy gomb
gombot hogy kell megnyomni az okos telefonon, ez egy vadonatúj poén, amit egyszer mondtam el, és ma megismételtem, és látod, visszatértem a Dombi közös részben, és visszatértem erre a nagy gomb használata a mobiltelefonon. Tehát így. Ezt most pont ennek a poénnak a születésekor itt voltál. Igen. Amit régen mondom, ezeket régen ezekről nem emlékeztem, ezek elrepültek, most már azért vagyok olyan higgadt a színpadon, hogy emlékezzek, ha történik egy poén, kibugyan az agyamból, akkor ha nem is minden poénra, de a felére már emlékszem. De akkor gyakorlatilag nem annyira kötött szövegnek írod meg ezeket? Nem is írom meg. Nem is írod meg? Nem. Nincs papír. Tehát nekem olyan egy önálló est az 10 sor, 20. Tehát az 10-20 sor egy önálló est. Mert akkor csak a színpadiaknál, vagy például a rádiókabarénál is? Rádiókabarénál is. Tehát teljesen improvizálsz, improvizálok folyamatosan, nem, én folyamatosan, slágvortok vannak, de folyamatosan improvizálok, ezek megmaradnak, ezek a szövegek az agyamba, egyre több díszítődik poénokkal, és utána vagy így mesélem, vagy úgy, de aztán egy gerinc marad. Amikor föllépsz akár Magyarországon, akár külföldön, határon túli magyaroknál, és itt értem ugye akár az elcsatolt területeket, akár a nagyvilágot, ahol a diaszpóra magyarsága van, mennyire adaptálod az adott helyi közönségre, vagy mennyire minden standard. Igen. Elvégre itt például most a londoni élményeidet is hozta. Ez a Dombival a közös rész, ez mindig fix. Ez a közös rész, ez mindig fix a Dombival. Ezért ez a cím, hogy ketten az úton, tehát ez egy utazásos történet. Minden a helyen odaadaptálom. Tehát ha vállalati partin vagyok, és csőszerelőknek lépek föl, vagy vízvezetékszerelőknek, akkor én vízvezetékszerelős poénokat mondok, egyet, kettőt, hármat. Ha orvosoknak lépek föl, akkor beleteszem a kis mondókáim közé a orvosi utalásokat, hogy hogyan néznek ki az orvosok, vagy a laborasszisztensek, stb. Tehát én ugyanígy, hogyha én felvidéken lépek föl, akkor biztos benne lesz a felvidéken egy knédlis poén, vagy egy halinagaluska, vagy hogy mondják, tehát egy strapacskás mondat biztos benne lesz a történetben biztosan. Vagy egy beherovka, tehát mindenképpen, vagy egy zlatni blazsánt, tehát ezeket én mindig beleteszem. Minden egyes helyre kicsit specifikusan rákészülök. Ez automatizmus, tehát ez nem, erre én nem, ezt nem előre találom ki, hanem ez amikor dumálok, akkor ez így kibudjan belőlem. Ez a Mesteremberek, amit pénteken fogsz előadni Komáromban, ezt hogyan tudnád pár szóban bemutatni? Hát ez pont ez a cím, hát az a Mesteremberekről szól, nem csak az építkezést mesél, az építő emberek a Mesteremberek, lazán van értelmezve, Mesteremberek a szakácsok, benne Mesteremberek a villanyszerelők, Mesterember a szomszédom, aki tulajdonképpen zárfeltöréssel foglalkozott magas színvonalon, és Mesteremberben benne Nyunyóka néni, aki a Covid alatt sztár lett, tehát én így értem ez a Mesterembereket. Tehát mindenki, aki valami fajta szakmát gyakorol, jól vagy rosszul, az Mesterember. Nemrég a Hír TV műsorában léptél föl. Nem léptem föl, hanem fölhívtak telefonon, hogy a tankokról meséljek, és én nem mondom, hogy örömmel, de valamiféle kis pajkossággal a hangomban elvállaltam. Igen, ugye volt is egy olyan beszólásod az előző stúdió vendégnek, ami aztán nagy vihart kavart a sajtóban. Nem volt a nagy beszólás, ezt csak ők felfújták. Én elmondom, mit mondtam, én annyit mondtam, hogy örülök, hogy itt lehetek a Hír TV-be. Édesanyám mindig mondta, hogy ide kell jönni, mert itt van a pénz. Egyébként találkoztam a biztonságtechnikai, vagy biztonságpolitikai szakértő urral, Nógrádi Györgyel az előtérbe, és bemutatkoztam neki, hogy Aranyosi Péter vagyok, humorista, rokon kollégák vagyunk. Ez tulajdonképpen egy kis csipkelődés, és ez felfújta mindkét oldalnak a sajtója. Hát ez Magyarország, hogy a semmiből csinálnak elefántot, az elefántból pedig nem csinálnak bolhát, ez a probléma, de ebben nem megyünk bele.
Úgyhogy én azt hiszem, hogy egy humoristát hívnak, akkor ennyinek bele kell férnie. Hát a Nógrádi Györgynek pedig a munkásságát, hát azt hiszem, hogy aki olyan régen követi nyomon, mint én, az ő munkásságát, és kicsit talán én is olvastam néhány száz könyvet a harcászatról és a hadászatról, akkor azért egy kicsit úgy, aki egy picit is, mondom, kicsit régebben követi, és mondjuk a történelemkönyveket azt nem, vagy a történelmet azt nem képregényekből tanulta, vagy tudja, az egy kicsit elmosolyodik már Nógrádi úrnak a tevékenységén, de hát tulajdonképpen jól meg van fizetve, és nincs ezzel semmi baj. De tudod, úgy van az ember vele, hogy hát ha ő kiáll a színpadra, akkor a kritikákat, illetve a vele lévő, tehát akkor el kell viselni a poénokat is. Tehát ha te is vicces vagy te is mondasz valami marhaságot, akkor ne csodálkozz azon, hogy ez téged mondjuk ezért ki de rólad is mondanak egy poént. Tehát nincs ezzel semmi baj. Ez egy más dolog, hogy a sajtó felfújta, tehát ez az ő dolguk. Ez a harcászati érdeklődés hogyan jött a humor mellé? Azt szoktam mondani, hogy nem tudom. Valószínűleg nagymamámat a debreceni páncélos csatában megerőszakolta egy tank legénysége, és ebből született édesanyám, de nem tudom. Ez az ember születik ezzel, ugye nagymama benne, nagymamám végig szenvedte a debreceni páncélos csatát, retteneteseket mesélt, de ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy én engem érdekel ez a hadászat. Megmondom őszintén, gyerekkorom óta mondta anyukám, hogy nem győzött trafik. Ha trafiknál mentünk el, be kellett menni, és 2 forintért műanyag katonát kellett nekem venni, illetve papírból komplett flottákat hajtogattam, amivel én a nagymamáméknál a Szőnyegen tengeri csatákat játszottam le papírhajókkal dinamikusan. Tehát, hogy ez mitől van, ezt nem tudom. Kis kecsöpös kupakok voltak a hadosztályok, az elemek voltak, a nagy elemek, a nehéz tüzérség, a facsavarok voltak, a páncéltörő ágyuk, a mindenféle műtyűrök voltak, a tankok, tehát én ezt, még egyébként olyan napig is megvannak a telken, de ezt csak akkor veszem elő, ha 5 napig nincs otthon a család, mert tele van vele egy nagy szoba sok műtyűrrel, és akkor olyankor én fölrajzoltam Európa térképét, és lejátszottam a II. Világháború. Tehát ezt nem tudom elmagyarázni, vagy nem tudom miért, és hát ugye azóta minden tankmúzeumban eljutottam, és hát azt hiszem, hogy minden könyvet el is olvastam ebbe a témába. Mik a tervek a jövőre? Milyen témákban dolgozol a legújabb anyagaidon? Hát a tervek azok elég egyszerűek, hiszen az Aranyos 50 műsorban elmondom a végén. Ugye hát én majdnem meghaltam Covid-ba, és ott egy elég komoly elhatározással jutottam az oxigénmaszkban. Mégpedig az, hogy visszaveszem a fellépési számomat dinamikusan. Úgyhogy ha egy városban, ha voltam mondjuk egy évente egyszer, akkor most úgy kell számolni, hogy 3-4 évente fogok el megfordulni egy városban, mert ott így megfogadtam magamnak, meg a jó Istennek, hogy nem hajtom szét magam. Úgyhogy emellett fogok csinálni, már szervezés alatt van egy ilyen értelmiségi klub, ahová 3 hetente meg fogok hívni egy előadót, és mindenféle témában előadásokat fogunk hallgatni, majd utána a vörösbor és gulyásleves lesz a dolog, tehát egy ilyen kicsit egy ilyen visszahúzódás lesz, és egy feltöltekezés, meg tulajdonképpen nem csak a poén, hanem kicsit a kultúrával, meg a történelemmel, meg mindenféle mással, mert közgazdászt is fogok hívni, akikkel így kicsit beszélgettünk. Ezek nem videófelvételek lesznek, tehát még mielőtt ez, hanem tulajdonképpen csak baráti beszélgetések. Tehát ez van, meg plusz van 2 fiam, akikkel most már egy kicsit több időt fogok tölteni. Köszönöm a beszélgetést. Szívesen.